Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy új hold energia december 23-án. Új hold az azt jelenti, hogy legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett. Az indiai asztrológia szerint ez az új hold a nyilas jegyében van. Ez utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra, mozgásra. A nyilas jegyében van egy nyíl, és ez a nyíl mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. Spirituálisan ez a központ jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Tehát van egy irány, és mivel egy új hold napon vissza kellene húzódni, meditálni, az azt jelenti, hogy legyen elképzelés, legyen egy belső kép, mit, hogyan szeretnénk elérni. Ha hiszünk ebben, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hiszünk benne, akkor előfordulhat, hogy mindez csalódásokhoz vezethet. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holdházak. A mostani új hold a Mula holdházban van, és ez lefordítva utal a gyökerekre, az őseinkre, ahonnan mi származunk, és aktiválja ez az energia a gyökér csakránkat is. És ehhez mutatok egy jóga új gyakorlatot, ami szintén kihat erre a gyökér csakrára. Segít abban, hogy valahol le tudjunk gyökerezni az életben, hiszen adja a biztonság érzetét. És a gyakorlat a következő. A gyűrűs ujj és a hüvelyk ujj így összetartozik. A többi ujjunk az kifele mutat. Belélegezésnél összenyomjuk az ujjunkat, kilélegezésnél kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. Amit még megemlítenék. A kígyó tartó csillagkép kihat a mostani új holdra. Ez a kígyó tartó nem más, mint Asklépiosz, az égi orvos, aminek van gyógyító hatása. Tehát, ha betegségekről van szó, ez az új hold energia segít abban, hogy legyen gyógyulás. Persze lehet ez egy irány is, ha valaki ezen a területen szeretne dolgozni. Akkor legyen meg ez az elképzelés és a hit, hogy sikerülni fog ezt a hivatást élni. Ami az anyagiakat illeti, itt most szerencse lesz. Növekszik valami. Ebben is hinni kellene. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy legyen egy nyeremény. Azt is jelenti ez az energia, hogy most birtokba tudjuk mindazt venni, ami vagy aki értékes számunkra. Ami az otthont, a családot, a szomszédokat, tehát a környezetet illeti, itt vannak még kihívások. A szerelmi élet területén kell egy elképzelés, kell ez a hit, az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból, hiszen valaki gondol rád, és itt is érzelmekről és szerelemről van szó. Ez is lehet egy irány, ami szerencsét hoz, hiszen megvalósulhat.
ami fontos, az a mi hitünk és a mi elképzelésünk. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!